Mennyi? Majdnem 3 millió forintba kerülő LEGO készlet? Hát a mai adásban ilyen és ehhez hasonló készleteket hoztam el nektek, hiszen megnézzük, hogy milyen LEGO Insight úros készletek jelentek meg eddig, és hogy mennyibe kerülnek ezek. Ez itt az Építsd Fel, vágjunk is bele! Először is tisztázzuk, hogy mit is jelent ez a LEGO Insider Tour. Az Insider Tourokat a LEGO 2005 óta szervezi, amit minden évben folyamatosan működtetnek, kivéve a Covid időszakban, hiszen akkor nem volt ilyen túra, de 2005 óta folyamatosan vannak ezek a túrák, amik kifejezetten a legnagyobb LEGO rajongóknak szerveznek, be lehet tekinteni a LEGO hátterébe, meg lehet nézni a LEGO-nak a speckó raktárát, ahova el van rakva az összes LEGO, amit valaha eddig kiadtak, és hát ezeken a túrákon szokták odaadni ezeket a speciális készleteket, amit majd mindjárt be is mutatok nektek. Egyébként 2024-ben is lesz 8 alkalommal is ilyen speciális túra, de hogyha arra gondolnátok, hogy milyen jó lenne erre ellátogatni, hiszen te is nagy LEGO rajongó vagy, hát akkor rossz hírem van. Általában egy évvel hamarabb már el szoktak fogyni ezek a jegyek, most is 2023. októberében néhány napig voltak ezek a jegyek fönt a LEGO oldalán, és hát azokat gyorsan el is kapkodták. Hogyha a 2024-esre szeretnétek menni, akkor már arról nincs esély, de a 2025-ösre gondolom majd most is idén, októberre lesznek jegyek, és akkor, ha van szerencsétek, akkor el tudtok látogatni ezekre. Na de a lényeg, hogy miért is készült ez a mai adás, ezeken a túrákon nagyon speciális LEGO készleteket szoktak odaadni, és ezek a nagyon speciális LEGO készletek nagyon kis mennyiségben készülnek, ilyen 100 alatti darabszámú LEGO készletről van, tehát 100-nál kevesebbet készítenek ezekből a LEGO készletekből, és hát gondolhatjátok, hogy ennek köszönhetően elég durván el vannak szárva ezeknek a készleteknek az árai, de hogy milyen készletekről vannak szó, nézzük is meg, ugorjunk bele a 2005-ös legelső ilyen készletbe. Ahogy itt látjátok is a képen, én a Brick Economy-nak a segítségével hoztam össze ezt a kis felsorolást, hiszen így gyönyörűen bemutatják, hogy milyen készletek jelentek meg évről évre. Itt van a legelső, ez a Leka automobil, ami hát egy első ránézésre nem tűnik egyáltalán lenyűgözőnek, de ez egy 1962-es újrakiadása, egy nagyon régi, hát nem is újrakiadása, hiszen ez csak egy kiált Kirk Christiansen épített magának egy autót, és hát azt a verziót építették egy kicsit át, és adták ki erre a speciális túrára. Szóval 2005-ben, amikor ez az egész indult, ez volt a legelső ajándék, amit odaadtak, és hát ezen az oldalon az bemutatja, hogy nagyjából 7000 dollár környéki ára lehet. Na most ezt nem tudom nektek egyáltalán megerősíteni, és hát semmilyen oldalon nem találtam eladó ilyen készletet, úgyhogy nem vagyok benne biztos, hogy ez ennyit ér, de ez az oldal szerint ez a 2005-ös verzió akár 7000 dollárt is érhet, természetesen bontatlan állapotban. Aztán ugorjuk 2007-be, igen, jól hallottátok, 2007, mert az előző ajándék 2 évet futott, 2 évig adták ajándékba azt a készletet, 2007-ben viszont megváltozott, hiszen akkor adták ajándékba ezt a Market Street Inside Tour Edition készletet, amit ugyanúgy ezen az oldalon láthattok, itt nagyjából a képeket is meg tudjátok nézni, sőt, erről most már hivatalos információim is vannak, hogy ez 1248 darabos készlet mostanság mennyit érhet, ezen az oldalon 3000 dollár környékén írja, hogy kerülhet, és hát annyira nincsenek is messze tőle, hiszen az eBay-en találtam egy decemberi eladást, decemberben mondatlan állapotban 4680 dollárért adtak el egy ilyen 10-190-es moduláris készletet. Ez volt ugye a moduláris készleteknek az első hírnöke, és ezen az Insight Tourán ezt adták ajándékba, és majdnem 5000 dollárt adtak érte. A 2009-es Insight Tourán járunk, amikor adták ajándékba ezt az Ole Kirk Christiansen házat, ami ismerős lehet számotokra, hogyha néztétek a nem is annyira régen bemutatott 2023-as dolgozói ajándékot, hiszen abban benne volt ez a microscale-t változata, ennek az épületnek a microscale-t változata, úgyhogy onnan ismerős lehet ez nektek, meg ahogy láttam magyar oldalakon is egészen sok embernek megvan ez a készlet. Na most ez az oldal majdnem 10.000 forintra datálja, hogy ez a készlet annyiba kerül, na most én egyáltalán nem találtam ennyire drágán. Ha fölnézzük most az eBay-re, akkor látható, hogy azért bőven vannak ilyen készletek eladóak, ilyen 600, 700, 800, 900 dollár környékén lehet ezeket most megvásárolni, természetesen ezt is bontatlan állapotra lehet érteni. Következő a 2010-es évből érkezett ide hozzánk, a készlet ez a 400 ezres kódszámú autók. Ennyire egyszerű, autók néven futó, 3 darab autót lehetett belőle összeépíteni, tehát ezen is látszódik bőven, hogy hát ilyen nagyon alap építésről van szó, és ezek limitált kiadásúak voltak, annyira limitált, hogy összesen 33 darab ilyen
készlet készült el, amiből egy ilyen fehér, gipszerű autót lehet összeépíteni, egy piros sportautót és egy sárga sportautót, hát ez ilyen nagyon kezdetleges autó, és ezek annyira ritkák, hogy nem is találtam fönt eladót. Se bontottat, se bontatlan állapotban, Bricklinken is szétnéztem, eBay-en is szétnéztem, sajnos sehol nem árulnak pontosan ilyen készletet, úgyhogy hát most is csak erre a Bricken, ami ekonomira tudok hagyatkozni, itt elméletileg 4600 dollár környékére satszolja ennek a készletnek az árát, de mivel egyáltalán nem lehet elérni, nem vagyok benne biztos, hogy csak ennyit ér. A 2011-es évben egy 795 darabos olvasztógépet adtak ajándékba, vagy fröccsöntőgépet adtak ajándékba, mégpedig ez a 40001-es kódszámú készlet, Malding Machine nevezetű készlet, és hát ennek is az ára elméletileg 6500 dollár. Ezt sem tudom nektek megerősíteni, hiszen ezt sem találtam sem Bricklinken, sem az eBay oldalán eladóként. Ezen az oldalon ennyiért árulják, és ez is nagyon limitált számú volt, hiszen összesen 68 darab készült ebből a készletből. Hát látható rajta, hogy ez az olvasztógép, amit már hát újabb verzióban is kiadtak, nem is annyira régen kiadták ennek az újra gondolt verzióját, úgyhogy valamilyen szinten azért ezt be lehet szerezni, de nem pontosan ebben a formában. A következő készlet a 2012-es évből jött, és ez is igazán ritkaságnak számít, hiszen összesen 53 darab készült ebből a Piper Airplane nevezetű készletből. A készlet egyébként 795 darabos, viszont ezt megtaláltam most eBay-en. Jelen pillanatban, hogyha ezt valaki bontatlan állapotban szeretné beszerezni, és annak is a speciális dedikált változatát szeretné beszerezni, akkor hát most biden van, 3000 dollárért lehet rá ajánlatokat adni, de egyébként, hogyha valaki Bajnáról szeretné megvenni, akkor 4000 dollárért árulják ezt a 795 darabos repcsis készletet. A következő készletért 2013-ba kell visszaugorni, ez is egy nagyon ritkaságnak számító, 43 darab készült ebből az ilyen klasszikus Lego kamionból. Látható rajta, hogy régi stílusú Lego logónk van rajta, ebben a készletben egyébként még minifigurák is voltak, és látható a dobozó, hogy az is egészen klasszikusra sikerült. Sajnos ezt sem találtam fönt bontatlan állapotban, csak használtam, na most ez a használtat is úgy vegyétek, hogy ezek gyakorlatilag összegyűjtötték az alkatrészeket, és azokat árulják egyben, és így a Bricklinken, még egyébként egy magyar eladó is van, és látszódik, hogy nincs doboz hozzá, nincs matrica hozzá, és a YouTube-ról van az összerakási, tehát ez gyakorlatilag összeszedte az alkatrészeket, és abból hozta össze, úgyhogy nem pontosan ez a készlet, hanem egy így kinéző változata ennek a verziónak, úgyhogy ezt, hogyha meg szeretnétek venni, akkor 75.000 forintért árulják, de gondolom, hogyha lenne ez egy normális dobozos verzióban, akkor ez is több ezer dollárba kerülne. A következő egy kisebb készlet, meglepetésemre, így első ránézésre egy kicsit nagyobbnak tűnik, de ez csak 548 darabos, egy ilyen klasszik vonatos Legoland készletről van szó, összesen 80 darabot készítettek belőle, és hát ezen az oldalon 3000 dollárért tippelik, de nem is annyira rosszul tippelik, hiszen most itt fölnézünk az eBay-re, akkor bizony 3000 dollárért is lehet találni, de 4300 dollárért is találtam már ilyen verziókat, azért itt látjátok, hogy ilyen 3-4000 dollár környékén vannak ezek a készletek. Valaki a komment szekcióban írja már le, hogy nektek ezek közül van, voltatok már egyáltalán ilyen inside túrán? Hogyha voltatok, akkor írjátok le az élményeteket, mert nagyon kíváncsi vagyok rá. Egyszer én is el szeretnék ide jutni, de sajnos innen nekem nagyon messze van. A következő készlet 2015-ből érkezik, ebből is összesen 80 darabot készítettek, szóval ez is egy igazán limitált számú készlet. 714 darabos ez a HC Anderson's Clumsy Hands nevezetű készlete, amit egyébként nem csak ezen az Inside Tour-án adtak oda, hanem a floridai nagyköveteknek a passholderéhez is adták ajándékban ezt a 2015-ös készletet, úgyhogy nem csak azon az Inside Tour-án lehetett beszerezni, hanem a floridai nagyköveteknek is volt lehetőségük beszerezni ezt a készletet, ami hát ilyen klasszikus Miniland arány épített karakterről szól, és a hozzátartozó kis kecskéről, hiszen egy kecskén ül az a figura. Na most hát készüljetek fel, ennek az ára is egészen durva, mégpedig 6000 dollárba kerül, sőt van 7000 dolláros verzió is, hogyha pontatlan állapotban szeretitek megszerezni. Természetesen a Bricklinken itt is vannak használt verziók, na most ezek a használt verziókat úgy értsétek, hogy ugyanúgy, mint már a kettővel ezelőtti, valaki összeszedte az alkatrészeket, és akkor így lehet beszerezni, viszont ebben a készletben van kettő teljesen egyedi alkatrész, úgyhogy minden nem tudnak hozzá összegyűjteni. Hogyha valakinek egy ilyen készletre fáj a foga, akkor jelen pillanatban, bontatlan állapotban 7500 dollárt kell érte fizetni.
A következő készlet ismét egy kamionos set, 2016-ban vagyunk, összesen ismét 80 darabot készítettek ebből a kamionos verzióból. Na ez már egy kicsit modernebb legós kamiont mutat be, látható rajta, hogy azért egészen durván ki is van dekorálva, sőt úgy látom, hogy így az oldala is kijön egy kicsit ennek a kamionnak, ehhez már azért sokkal több minifigura társul, és egyébként 816 darabos volt ez a készlet, ezen az oldalon 3000 dollárnak írja, viszont itt is találtam bricklinkes eladást, ez is sajnos csak ugyanúgy egy használt verzió, ugyanúgy csak az alkatrészeket összeszedték, de ez is egy magyar eladó, úgyhogy ha valaki meg szeretné otthon venni, akkor 100 000 forintot kell fizetni ezért a készletért, ami ez igazából a doboz se jár, meg hát nem is pontosan ugyanaz a készlet, de hogyha valami hasonlót szeretne összegyűjteni valaki, akkor simán a Bricklink oldalán össze tudja gyűjteni az alkatrészeket magának, vagy így ezt a verziót megveszi. Na most a következő készlet egy nagyon érdekes set, hiszen 2017-ben megjelent ez a kreativitás fája készlet, 1800 darabos volt ez a set, és egyébként ebből is nagyon keveset gyártottak, viszont azért többet, mint az előzőekből, ebből már 175 darab készült. Na most, hogyha emlékeztek rá a csatornán, én már egyszer bemutattam nektek az egyik unboxing adásban, hogy nekem ez a készlet megvan. Vagyis majdhogy nem ez a készlet, hiszen ez a 24-es végződésű készlet, amit az Inside Tour-án adtak ajándékba, viszont ehhez kijött egy 26-os végződésű, teljesen pontosan újra egy kinéző készlet, csak azt meg lehetett venni a Legónak a shopján, hogyha ellátogatotok abban az időszakban a Billundi főhadiszállásra, akkor meg lehetett venni majdnem ugyanezt a készletet, de nem pontosan ugyanezt, hanem egy nagyon hasonló verzióját hozzá, és egyébként nekem megvan az a verzió, a 26-os verzió, és hogyha egyébként ezt most beszeretnétek szerezni, annak azért annyira nem is vészes az ára, látható most itt az eBay-en, hogy ilyen 100-200 dollárakért be lehet szerezni ezt a készletet, úgyhogy ha valakinek megtetszett ez, akkor hát ha nem is pontosan ugyanazt a nagyon limitált kiadású, de ahhoz hát 99,9%-ban hasonló szettet be tudja szerezni, annyira nem is vészesen. Következő 2018-as készlet, egy traktoros szett, 450 darabos készletről van szó, és összesen 80 darabot készítettek ebből a készletből. Hát egy nagyon, nagyon részletesen kidolgozott, és nagyon szépen kidolgozott szürke traktorról van szó. Most általában a szürke készletek mindig Star Wars-os szettek szoktak lenni, és ebben az esetben kapunk egy klasszikus traktort szürke színben, ami egy nagyon régi korszakra emlékezik vissza, hiszen az 1950-es években egybefröccsöntött alkatrészként, vagy egybefröccsöntött játékként adott ki a LEGO egy hasonló traktor, és hát ebben az időszakban ezt adták ajándékba a LEGO túrák mellé, és hát ezt most beszeretnétek szerezni, ezért is mélyen a zsebbökkel nyúlni, hiszen 7800 dollárért árulja valaki a Bricklinken, természetesen olcsóban hozzá lehet jutni máshogyan is, ha használtan szeretnétek beszerezni úgy összeszedett alkatrészekből, akkor jóval olcsóban, de hogyha pontosan ezt a dobozolt verziót, amiből csak 80 darab készült, abban 7860 dollárért tudtok hozzájutni. A 2019-es verzió is egy egészen ritkaságnak minősült, de abban a szempontból is még különlegesebb, mint a többi, hogy ebben 10 darab minifigura van, 947 darabos ez a készlet, és egyébként az 1958-as évben nézett ki így a LEGO ház, annak a verzióját lehet összeépíteni ebből a összesen 80 darabban elkészült verzióban, és sajnos ezt sem találtam fönt semmelyik oldalon eladóként. Egyedül a Bricklinken van egy használ, vagy egy újként van föltüntetve, de itt is ugyanúgy csak az alkatrészeket szedték össze, úgyhogy ez nem az a készlet, amit ott adtak ajándékba, hanem csak az alkatrészekből összerakott a változata, és azt is 200 000 forintért árulja valaki, de ez egyébként ez is egy magyar feltöltés. A 2022-es évben ismét ugyanúgy csak 80 darabot készítettek a következő fröccsöntőgépből, egyébként ez a 40037-es végződésű készlet, és egyébként érdekessége, hogy láthatjátok, hogy 2021-ben kijött egy nagyon hasonló, amit már előbb is említettem nektek, 2021-ben kijött egy speckó változat, amit a LEGO-nak a főhadiszállásán lehetett megvásárolni, az is egy ritka darab, de azért nem annyira ritka, mint ez, vagy az előző, amit mondtam nektek, hiszen ugye ebből is csak 80 darab készült el, de már a 2022-es évben is már 4 túra volt, ugye ezen a 4 túrán osztották szét ezt a 80 darab készletet, ne felejtsétek el, 2028 vagy 24-ben már 8 darab ilyen túra van, úgyhogy azért ennek is elég durván megemelkedett a száma, és ezt is csak egy darab ember árulja a Bricklinken újként, mégpedig 3155 dollárért. És hát végül elérkeztünk a legfrissebb verzióba, 2023-ban megérkezett az a klasszikus tűzoltó autó, ami visszahozza a régi LEGO pályát, hiszen régebben ugye a LEGO készített fajátékokat is, és volt egy ilyen fa tűzoltó autó, egy fajáték tűzoltó autó, és azt lehet ebben a készletben
normálisan LEGO alkatrészekből összeépíteni. Gondolnátok arra, hogy mivel 2023-as, ezért ez a legfiatalabb, ebből a legtöbb van fönt, ezáltal biztos nem lesz annyira drága. Hát itt tévednétek a legnagyobbat. Nézzétek meg, jól néz ki. Elég cuki kis tűzoltó autóról van szó, itt is csak 80 darabot készítettek belőle, de nézzétek meg, a Bricklinken 7800 dollárért kerül. Vagy 7800 dollárba kerül. Ennek a verzió lehet 7500-ért is, 6500-ért is, 6200, de úgy nagyjából így 4000-től 7000 dollárig árulják ezeket a készleteket. Úgyhogy ha arra gondoltatok, hogy hát beszerzitek a 2023-as verziót, hiszen az annyira nem lehet drága, itt is azért egészen durvárat kell érte fizetni. Nos, srácok, hát ezek lettek volna a legritkább LEGO készletek, amik ezen az Insider túrán adnak ajándékként. Hogyha esetleg tényleg valaki bekerült a 2024-es verzióba, akkor mindenféleképpen a komment szekcióba jelezzétek, hiszen nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy vajon 2024-ben mit fognak kitalálni, milyen LEGO készletet fognak odaadni ajándékként, és ez akár befektetésnek is jó lehet, mert oké, hogy elmentek erre az Insider túrára, amiért hát elég durván fizetni kell a repülés, a szállás, az, hogy bementek oda mi egymás, de valamilyen szinten vissza is jöhet az ára, hogyha ilyen árak vannak ennek a készletek. Mondjuk az egy más kérdés, hogy ki hajlandó ennyit érte ezekért fizetni, mert oké, hogy fönn van 7500 dollárért is az előző 2023-as verzió, de ki hajlandó ezért annyit fizetni, az már egy más kérdés, ennyi lettem volna mára. Ha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok, hogy esetleg még nem vagytok feliratkozva. Tudjátok, hogy mi a tendő? Mi pedig találkozunk a következő epizódban. Szevasztok! És ki bírta végig? Hát azt a Isabel. Stopi rekordin.